három királyok. Arany annak, aki bebizonyítja bátorságát. Tömjén annak, ki gyakorolja az alázatosság erényét. Mirha annak, aki szívből cselekszik. Furcsább mókus, akit láttam. Mi a baj? Nem kaptál idén semmit karácsonyra? Hát én sem. Ezért soha többé nem hiszek a karácsonyban! Jimmy, halálra rémítettél. Hé, hey, de hát csak 2 óra múlva van záróra. Direkt csináltad? Hát, tudtam, hogy pillanatokon belül bekorcsolyázol ide egy karácsonyfa dísszel. Ezért gondoltam, mi lenne, ha lehúznám a rolót. Úgy látványosabb lenne. Így is tettem. Nézd, mindig azt mondod, milyen varázslatos is a karácsonyi csillag, de ez műanyag. Mi ebben a nagy szám? Egy különleges fiú álmai. Ezt holnap hazavisszük. De hát, Alfredo, nem sokára vége a karácsonynak. Mit számít már? Nagyon tévedsz. Még karácsony van. Ezért is zártam ma korán. Ez egy különleges este. A három királyok éjszakája. A három királyoké? Egy csillagot követtek Betlehembe. Ez a világ legszebb története. De szerintem egy ilyen vagány srácot, mint te, ez nem érdekli. Ha van benne kincs, csinos lányok és rossz fiúk, akik megkapják, amit megérdemelnek, talán érdekel. Hát jó, mindez nagyon-nagyon régen kezdődött. Akkoriban veszélyes volt a világ, amit kegyetlen férfiak uraltak, és a fekete mágia. De voltak közöttük nemes lelkűek is. Gáspár tanár úr, hol van a varázslat? A varázslat? A varázslat mindenütt ott van, kicsi lány. De itt az iskolában megtanuljátok okosan használni. A figyelmes és józan varázslás különbözteti meg a jó varázslót azoktól a barmoktól, akik szégyent hoznak a varázsló névre. Értettétek? Arany, arany! Megint nem sikerült megtalálni a bölcsek kövét. Ha megtalálnám az aranyvölgyet, vagy az aranykertet, bármit aranyból, a jóslat azt mondta, arany szegélyezi majd az életem. Szóval a családod jól tette, hogy hozzám küldött tanulni. De mennyiért, mester? Az arany unalmas, nem lehet megenni. De jó móka lesz. Megtanulsz varázsolni. Varázsmóka. Nem mint az az unalmas biflázás, amit a vén bolondok tanítanak a fehér tornyukban. Kérem, uram, ne jössünk meg!
Igen, legendás kincsek felkutatására küldték őket. Fú, kincsek! Kincsek, melynek birtokosa a világura lehet. Felség! Nem jártunk sikerrel Egyiptomban. Nem találtunk semmit. Kincseket akarok, Belial. Azt ígérted, enyémek lehetnek. Tudniuk kell, hogy igazi király vagyok. Tudod, hogy kiskorodtól kezdve mindent megadtam neked, amit csak kívántál, és a kincsek is az enyémek lesznek. A miénk. Most jelenj meg a néped előtt. Fény! Mutat a csodálatosnak, a hatalmasnak, a nagy Heródesnek! Gyerekek, kis taknyosok! Zsarnok! Hát senki sem mer fellépni ellene! Ha ismerjük a csillagok állását, ismerjük az univerzum nyelvét. Amire csak a legnagyobb varázslók, mint jó magam képesek, drága tanítványaim. Látod? Ez a nagy zabálók varázslók csillagtérképe. Egy gomba? Mester, nincsen csirke az égen? A csillagok megmutatják fényükkel az emberek jövőjét, megtartják a gyerekek titkait, és mesélnek nekünk csatákról, utazásokról, hősökről. Arany, arany! Ha van aranyod, mit állsz? Megvan mindened? Vagyis tulajdonképpen a csillagok és a saláták a legfontosabbak az életben. És a csirke! És a gyerekek. Ezek az én rabszolgáim. A csillagok megfejtéséhez szükség van az éjszakai égboltra, odaadásra és fegyelemre. Ó, milyen szép! Mondtam már, hogy a csillagok őrzik a gyermekek álmát, ha? Végre. Eljött az idő. Ha a hírnevet hajszoljátok, annak ára van, és itt kezditek megfizetni. A szorgalmas, kemény munkátokkal. Hihetetlen! Tudtam. Tudtam. Megértetted? Ezt az okos fiút. Istenem, egy üzenet a komikus űrből, akarom mondani, egy üzenet a kozmikus űrből, az aranyből titka, végre tele leszek aranyjal! Köszönjük, könnyet nem ejtő boldizsár. Most már szabadok vagytok. Vigyázzatok a gyerekekre, mennem kell. Kedves diákok, nagyon fontos teendőm akadt. Az lesz a házi feladatotok, hogy találjátok meg és számítsátok ki az Orion csillagkép fekete lyukainak antianyagát. De hol lehet? Merre induljak? Ó!
Oh. Micsoda tiszta üzenet! Ez igen, ez tiszta üzenet! Hagyd abba, Szula! Mi van, ha a csillag nem az aranybölgybe vezet? Talán jobb lenne, ha tovább keresném a bölcsek kövét. Én kérlek, hagyd most békén, Szula, ne legyél csökönyös Midász! Vigyázz mindenre, jó? Midász, de ez egy másik történet. Egy újabb kudarc. Senkire nem számíthatok, illetve nem úgy értem, rád számíthatok. De mindig csak a gondok. Mindenki a trónomat akarja. A királyi kincseket akarom, akarom. Hülye vagy. Rossz helyen keresed. Mert sürgős, nagyon türelmetlen király vagyok. Hosszú ideje tanulmányozom az égi jeleket, és ezek most azt mutatják, hogy közelebb vagyunk a kincsekhez, mint eddig bármikor. Nem hibázhatunk többet. Egy hihetetlen erő születik éppen, és csak a kincsekkel leszünk képesek elpusztítani. De csak azzal törődj, hogy uralkodj a népeden, de legfőképpen uralkodj magadon! Próbálom, Belial. Szánalmas vagy. Felség, felség, elfogtuk a lázadók vezérét. Nagyszerű, Tóbiász. Tudtam, hogy már az első küldetéseden sikerrel jársz. Amikor Jászón legnagyobb hadvezérem, az apád, a legjobb barátom haldoklott, megígértem, hogy saját fiamként bánok veled, és odaadom a kardját, ha kiérdemelted. És most a tiéd. Köszönöm, felség. Szóval ez Jászón fia. Ez még hasznos lehet nekünk. Baru! Baru! Hmm? Nézd! Apám kardja! Herodes azt mondta, hogy kiérdemeltem. Nem is örülsz? Tudod, hogy a foglyodat ma este keresztre feszítik, és nem érdemel halált? Nem, Herodes nem tenne ilyet. Ő csak egy király, de az az ember megérdemli a büntetést. Az ilyenek el akarják pusztítani a királyságot. Az ilyenek ölték meg az apámat. Drága Tobiasz! Hűség. Apád Jászón hűséges ember volt, szolgált a népét, és a nép szerette őt. Herodes csak saját rögeszméihez hűséges. Az apám életét adta Herodesért. Ne sértsd meg az emlékét! Óvakodj Herodestől! Mindent megmérgez, amihez csak nyúl! Tudom, hogy lázadókat rejtegetsz, mint a királytisztje. Figyelmeztetlek! Legközelebb letartóztatlak! Tóbiasz, Tóbiasz, hát nem látod, mi folyik itt? Más hozzád hasonló fiatalok lázadást szítottak. Milyen büntetést mért király Herodes? Keresztre feszítést. Tudnom kell, hányan vagyunk! Sorakozunk! Hé! Hé, te tojásfej! Számold meg! Igenis. 10, 20, 30, 45, 70, 12, 883, 800! 800?
Elég, hogy lerohanjuk a várost. A terv a következő. Mi az, főnök? Halljuk! Az első szárnyunk megtámadja az ellenség első szárnyát, a második szárnyunk elrejtőzik. Itt szemben a többiekkel megtámadja az ő első szárnyukat. Mi alatt a mi első szárnyunk, második szárnyunk megtámadja az első szárny második szárnyát. Értem? Főnök! Tehát a második szárnyuk első szárnyát a mi első szárnyunk támadja? Idióta! Semmit nem értettél, mi? Utálom a homokvihart. Lenyeltem a fél sivatagot. A nevem Sára. Lázadó harcos vagyok, és fel akarlak fogadni titeket Heródes ellen. Halál a véres kezű zsarnokra! Ti nem harcosok vagytok, ugye? Friss a hal, egyenesen a sivatagból, tessék csak friss a hal! Szép szőnyegek! Egyenesen belzsúlyából! 10 tevét 20 áráért! 3 hónapos garanciával! Hagyma, egy kis répa, mindjárt kész a jó kis tészta! Egy kis hagyma, egy kis répa, mindjárt kész a jó kis tészta! Ho-ho-ho! Egy kis hagyma, egy kis répa, mindjárt kész a jó kis tészta. Hop-h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 op. Ó, jó kis trükk. Sajnálom, kitűnő, miből készült a köntöse? De hát, megkínálhatom, parancsoljon, tessék. Jaj, de szép köntös. Egyen csak. Köszönöm, ma nem terveztem ételmérgezést. Tudja, hogy milyen az árnyéka? Ó. Igen, el is felejtettem, egy kis hiba, tudja? De lehetett volna tojással állta is. Ó, ez igen. Ön varázsló? Hát persze, az egyik legnagyobb barátom. Ugye nem bánod, ha a barátomnak szólítalak? De, bánom. Remek! Nos, barátom, mondok valamit. A világ ezen távoli sarkában nem más vezetett, mint a varázslat. Igen, egy csodás csillag, ami az égen... Halad? Nem lehet. Tudom, ilyen nem történik mindenkivel. Nagyon szerencsés mágus vagyok. Mi folyik itt? Ez a bolond kövér disznó ugyanazt a csillagot látta. És nem csak ő. Nyugalom, és te ki vagy? A nevem Boldizsár, Núbia földjéről jöttem. És ugyanazt keresem, mint ti. Tényleg? Mindhárman ugyanazt a csillagot követjük. Már 2 napja várok rátok. Mennyért vagyok? Ez azt jelenti a fény királya, jól tudom? Igen, Sontopan, akarom mondani pontosan. Ez az igazság. A fény királya. Mindig tanulok valamit. A nevem Gáspár. Örvendek, Gáspár. Részemről. Azt jelenti minden csillagállás fia. Ez a jel! Támadás! Egy elefánt! Ez az idióta megint elefántot utánzott! Így nem lehet lesből támadni! Emberek, minden a terv szerint! Indulás! Oh!
Hagyd békén a fiamat! Arisztóbulosz. Ez lenne Arisztóbulosz? Arisztóbulosz. Köszönöm, hogy megmentettek ezektől a martalócoktól. A nevem Sára. Örülök, hogy megismertelek, Sára. Mennyért vagyok, ez itt Gáspizsár, izé Gáspár, és Boldizsár, izé Boldizsár. Mindhárman ugyanazt a tevét követjük. Tevét? Csuda pofa, nem? Ó, el sem hiszem, hogy elintéztétek a rablókat. Ez hihetetlen. Tudjátok, sereget szervezek a zsarnok ellen. Nem akartok csatlakozni? Dehogy nem, dehogy nem. Van már tábornokotok? Igen, én. Ne vesztegessük az időt, menjünk én. Ne jöjjst félre, kislány, de van egy fontos küldetésünk. Nem vagyok kislány. Milyen küldetés? Megtalálni a királyok királyát. A királyok királyát? Remek! Ssss! Az aranybölgy maradjon titok! Veletek mehetek? Sajnálom, de nem. Hát valaki, aki ismerős errefelé, hasznunkra válhat. Köszönöm, mindenben segíteni fogok. Ez kész cirkusz. Egy idióta, egy tábornok lány, valaki még csatlakozna? A történelem feljegyzi, hogy én voltam a legnagyobb. Uram! Ez a három hatalmas varázsló a királyok királyát keresi, aki szerintük mostanában fog születni. Mi? A királyt? De én vagyok a király, öljétek meg őket! Ne! Ne ölesd meg őket! Úgy érzem, elvezethetnek a kincsekhez, és rendel Tobiást a titkos kamrámba. Nem mehettek el Heródeshez. Ha megtudja, miért jöttetek, elvágja a torkotokat. Ez öngyilkosság. Azt mondják, egy gonosz szellem uralkodik rajta. Most meg egy gonosz szellem, ez már sok. Kedvesem, lehetetlen, hogy egy király gonosz legyen, és csak az általa épített város. A királyok jók, egyszerűen ilyen a természetük. Figyeljetek rám, könyörgök! Sára, a csillag vezetett ide. Várj ránk a palota kapujában, menjünk. Még a skorpiók sem keresztezik az útját. Ó, lám, szóval a királyok királyát keresitek. Tudnotok kell, hogy én is ugyanúgy meg akarom őt találni, mint ti. Hosszú ideje készítem fel a királyságomat az ő fogadására, és hogy helyre tegyem a dolgokat. Ah. Hallasz még felőlünk, felség? Hosszú út áll még előttünk. A medáliaiak. Még sosem láttam ilyen visszataszító királyt. Titeket nem egy hatalmas varangyra emlékeztek? Heródes egy bár, egy félelmetes, gonosz erő irányítja. Ugye megmondtam, gonosz erő irányítja. Talán mégsem vagytok olyan okosak. Miért kellett ilyen hamar távozni? Fogadok, a király meghívott volna ebédre. Furcsa, nem is említette az aranyvölgyet. Menjél. Azt hiszem, valamit tudnod kell a csillagról. Nem az aranyvölgybe vezet bennünket. Hé, hey, a pálcám! Megvolt! Te?
Diszkréten kellett volna idehoznatok őket. Nem felfordulást csinálni az egész városban. Aha, diszkréten. Értem. Akkor jó. Ügyesek voltatok. Most eredjetek. Menjünk. Kérlek, kövessetek. Valami fontosat kell mondanom. A nevem Baruch. Azt hittük, Heródest szolgálom. Jobban tudom szolgálni a népemet Heródes közeléből. A családom évszázadokon át szolgálta Izrael uralkodóit. Egy titkot őriztünk az életünkkel. Semmi gond. Velünk van. Amikor megláttalak benneteket a palotában, tudtam, hogy ti vagytok a kiválasztottak. Ebben a tekercsben leírták a medáljaitokat, és ez segít majd megtalálnotok a királyi kincseket. A királyi kincseket? Hát léteznek? Arany. No. Tömjén. És mirha. Látod, mondtam, hogy lesz arany ebben a kalandban. A király kincsek keletkezése visszanyúlik az idők kezdetéig. Astér szentélyében őrizték őket. A csillagok szentélyében, amit sok gonosz ember próbált felkutatni. Ezeket a kincseket a megszületendő gyermeknek szánták, a királyok királyának. Meg kell találnotok a kincseket és elvinni neki. Ez Belial volt, Heródes mágusa. Óriási hatalma van. Nincs vesztegetni való idő. Kövessétek a csillagot. Az vezet majd titeket. Oh. Az átkozott már másodszor leplezett le. Remek reflexek. Le is képhette volna a fejed. Belial, rémálmaim vannak. Gyerekek, több ezer koronás gyerek ül a trónomon, és azt éneklik. Én leszek a király, én leszek a király. Ma nincs időm a hülye rögeszmédre. Miért hoztatok ide? Egy különleges küldetésre szánunk. Ez majd segít. Amit te látsz, én is látom. Varázsige védi, sosem jönnek rá. Bizonyítsd be, hogy méltó vagy Jászon nevére. Ne szólj bele! Hé, ti ott! Megállni! Gyors! Szét kell válnunk. Találkozunk a keleti falnál. Meggyőző lesz. Szóval te vagy Tobiász. És mondd csak, Heródes ellen harcolsz. Muszáj ilyen szorosra kötnöd. A sebek fájdalmasan gyógyulnak. Ha nem bírod a fájdalmat, ne legyél katona. Bírom a fájdalmat, sokkal nagyobbat is, de nem bírom a katonásat játszó lányokat. Egy csillag a millió közül. Szerencsések vagyunk. Fű.
Egy ilyen hülye, hogy lehet varázsló? Nem akartam. Nézzétek, ez itt üres. Víz, mi lefolyik a torkon, de szomjat nem csillapít. Föld, mi ezüstből készít takarót. Sziklák és romok, melyek valaha boldog otthonok voltak. Alkáin, a sóváros a holttengeren. A leírás illik arra a városra. Azt mondtad, sóváros? Egy holttengeren lévő sóvárosba akartok menni? Nos, hogy van a kis harcos? Meggyógyítottad? Még sosem láttam ilyet, hogy ekkora csapat üldöző három embert. Pihenned kell. Hosszú út áll még előttünk. És mivel így is nagy létszámú az expedíció, te nem jöhetsz velünk. De ő segített megszökni. Apád, Jason, hűséges ember volt. Szolgált a népét, és a nép szerette őt. Kockára tette értünk az életét. Ha akar, velünk jöhet. Rendben. Kettő egy ellen. Egy ember, egy szavazat? Nevetséges. Már miért érne az én szavazatom csak annyit, mint ezé az alaké? Ide figyelj, én is kiválasztott vagyok, mint te, vagy talán még. És most, mint első választottál ki az őrségbe. Hát persze, hey, mit vagyok, árgus szemekkel figyelek. Gyereket! Kell nekem a tekercs, de ezek a mágusok hatalmasabbak, mint hittem. Véget kell vetni az útjuknak, és te segíteni fogsz nekem. Ideje, hogy mást is tegyél, mint játszadozzál! És te? Miért nem mutatod meg egyszer és mindenkorra, milyen hatalmad is van? Mindent a maga idejében. És akkor jött a szörny, és a csillagó, és aztán eltűnt. Rosszat álmodtál? Szép történet, Menhért, nekem tetszik. De így történt? Nézd, fekete mágia. Gyorsan felgyógyultál. Köszönöm. Hozzászokik a test, ha olyan rége harcol, mint én. Te? Harcolni? Ezt látnom kell. Mi ez? A sáska. Nagyon tápláló. Meg akarsz mérgezni? Nem volt elég kitépni a kezem meg a lábam? Elegem van már a gyerekes tréfáidból. Vezesd őket a kopasz hollószurdokon keresztül. Beszélhetnénk? Valamit még tudnom kéne a küldetésről. Miért nem azokat kérded, akik hagyták, hogy gyere? Elmondok mindent, mindent. Egy nap beütöttem a fejem a távcsőbe, és csillagokat láttam. Látomásom volt, a föld a nap körül keringett. Ez volt az első felfedezésem. Nagy hasznomra vált. Tulajdonképpen... Ha semmi értelmeset nem tudsz mondani ébren, mit csinálhatsz álmodban? A nap kering a föld körül, tök fej. Még a legbutább diákom is tudja. Tévedsz, Gáspár, tévedsz! Ha a nap keringene a föld körül, elszédülnénk, de nem tesszük, ugye? Megmondtam, a nap kering a föld körül. Nem, a föld kering a nap körül. Nem, a nap a föld körül. Nem, a föld a nap körül. A nap kering a föld körül. Nincs igazad, a föld kering a nap körül, ez így van. Fordítva. No, de úgy van, hidd el, fordítva a te fordítvához képest. Nem abban az irányban, nem fordítva. Fordítva, persze, igen, a föld a nap körül. Nem vesztegetek több időt egy ilyen csökönyös, pontagyú őrültre. Várjunk csak! Talán menjünk erre. Ez egyenesen a sóvárosba vezet. Egyenesen? Ez a legrövidebb út sóvárosba. Miről beszélsz? Nem rövidebb, amúgy meg tele van rablókkal, hidd el nekem. Rablók? Errefelé?
Na most próbáljuk azt, hogy a második szárnyunk az ellenségnek esik, és nem a mi első szárnyunknak. Világos, idióták! Ezen az úton megyünk. Mm? Hallottál valamit, ugye? Vízbe, túl hideg. Hogy vagytok, drága barátaim? Foglalj helyet! Ismerős az arcod. Papa? Kinél van a tekercs? Ki tudja? Kérsz egy kis salátát? Kicsit sietek. Utunk itt véget ér. Folytatnád helyettünk az utat? Pontosan azért vagyok itt. Köszönöm, jó barát. Köszönöm! Igazad volt, utatok itt tényleg véget ér. Beleszt ki, mint egy pulykát. Igen, beleszt ki. Beliál. Szerintem ez nem a tiéd. Mi történt? Hogy kerültünk ide? Beliál. Majdnem meghaltunk. Menyhért, volt ott egy örvény, és te megmentettél. Egy örvénytől? Én? De nekem víziszonyam van. Biztosan álmodtad. Egyenesen oda vezet, mi? Én azt hittem, hogy... Ne idegeskedj, csak így mutatja ki, hogy kedvel téged. Nem a te hibád. Nem, persze, hogy nem. Milyen közel voltunk már, és elszúrtad, te paprika Jancsi. Sajnálom, megzavarodtam. A gyilkos ösztönöm megint felül kerekedett. Tanulj meg uralkodni magadon, vagy semmire sem jutunk. Még egyszer sem tudjuk meglepni őket. Minden Tobiáson múlik. Tobiás segít nektek? Igen, Tobias. A fiú nagyon jó szolgálatot tesz. Tudod, bíznak benne.
Sára, Tobias, keressetek vizet. Gyere, mozgás! Ha a kert királyi gyümölcséből eszem, meglelem rejtett titkait. Nézd! Ott! Talán van ott egy föld alatti forrás. Azt hiszem, eltévedtünk. Rabszolgák. Sok-sok évvel ezelőtt néhány rabszolgának sikerült megszöknie egy ilyen bányából. És az egyetlen olyan faluban leltek menedéket, amelynek volt bátorsága szembeszállni a zsarnokkal. Az én falumban Heródes példát akart rajtunk statuálni. Mindent láttam a búvóhelyemről. Mindenkit legyilkoltatott a faluban. Megölte a szüleimet. Egy katona megtagadta az engedelmességet, erre Heródes őt is megölette. Heródes nem kegyelmezett a legjobb tábornokának. Hogy hívtál? Mi? Sára! 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 Ó, Sára, kislányom, jaj! A sírás nem segít. Ezt hívják érzelemnek, Boldizsár. Biztos, hogy egy skorpió volt? Biztos. Nagyon súlyos. Belial? Most nem adhatjuk fel. Keressünk egy jelet. Ó, gyere, rendbe fog jönni. Ha a kert királyi gyümölcséből eszem... De itt nincs semmiféle kert. Mi van egy kertben? Egy kertben vannak virágok, fák. Gondolkodjunk, kell itt lennie egy jelnek. Vannak gyümölcsök is. Igen, gyümölcsök. Ez sós. A királyi gyümölcs remek menyhért. Szólj Tobiasnak. Megtalálták! Csak az léphet be a szentélybe, kinek keze vértelen és a szíve tiszta. Sára! Sára, a bányában azt mondtad, Heródes megölte egyik tábornokát. Mi történt? Ellent mondott Heródesnek, és az életével fizetett. De hogy hívták? Jászón. Oh,
a szenté. Muszáj bemennünk? Emlékezz, kiválasztottak vagyunk. Hol vagyunk? Sára, hallasz engem? Jobban vagyok. Varázs ereje van a helynek. Vigyázz Sárára, és mondd el neki, ki vagy. Beteljesül hát sorsunk. Istenem! Itt az idő, hogy megtanulja a világ, mekkora az én hatalmam. Új időszámítás kezdődik. Sötétség erői, segítsetek! Segítsetek! Pusztítsátok el a fényőrzőit! Takarjátok el a napot! Engedelmeskedjetek! Leghatalmasabb! Előre! Előre! Arany annak, ki bebizonyítja bátorságát. Messzebb jutottunk, mint eddig bárki. Már most hősök vagyunk. Nem kéne visszafordulnunk. Törékenynek tűnik. Majd megkeményítem. Micsoda? Nem hiszem el! Elvesztettem a varázserőt! Mivel elvesztetted a varázserőt, menj haza és ne bohóckodj, ezt mondja a könyvem első fejezet, harmadik bekezdés. Na, szerintem tűnjünk innen. Utálom a hideget, nem vagyok pingvin. Csak én hallom ezeket a furcsa hangokat, ha? Minden egyes hang csak jobban megrepeszti a jeget. Ha nem hallgatsz el, mindnyájan elsüllyedünk. Értem, ne veszélj, hajj meg csendben. Hát persze, hogy... Látjátok a farkasokat? Együtt kell maradni, csak így van esélyünk. Sokkal jobban nézek. A szenté teszi. Sára, nézd, valamit el kell... El szeretnék... Azt hiszem, hogy... Tobiászt! Óvatosan! Oldisár! Fogd a pálcát! Nem bírom!
Menhér, csinálj valamit! Uram, atyám, minden rajta múlik, a nagy menhér tenni, és így gyáva vagyok. Nem, kiválasztott vagyok! Bámulatos! Elintézted a farkasokat ezzel a játékkéssel! 500! Legalább 500 vérszomjas farkas támadt rám! Egyedül nesze! Te is kérsz meg, te is! Nesze! Na gyere, megkaptad, te is! Nesze át te! És neki mentem! És úgy lett is! Nesze! Hát! Mi a baj, Tobias? Maradj ott! Ha nő a sötétség, menekülj a szentélybe! Tömjén annak, ki gyakorolja az alázatosság erényét. Menjünk előre, barátaim! Ha bármi gond adódik, együtt legyűrjük! Vajon elég okosak lesznek? Mit akarsz tőlünk? Ez így sokkal jobb, lefagytak a kezeim. Köszönöm, angyal úr, nagyon köszönöm. Van humora a kis Dundinak. Ez jó, szükség is lesz rá. És mit akarsz ezzel mondani? Azok lesznek, amik csak akartok, de előtte válaszolnunk kell a kérdésemre. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Hát, és sajnos nem tudom. Micsoda marhaság! Nincs olyan kérdésed, ami méltó egy nagy varázslóhoz? Lám, a nagy Gáspár szerint ez túl könnyű kérdés. Rendben, adok neki egy másikat, ami méltó a bölcsességéhez. Egy válasz lehetséges csak. Ha nem tudod, elhamvasztalak! De tényleg? Lássuk csak a kérdést. Csak egyik kötök válaszolhat, és nincs sok időtök! A föld forog a nap körül, vagy a nap a föld körül! Csak egyszer válaszolhatunk, biztosra kell mennünk! A föld a nap körül! Látod, Gáspár, néha másnak is igaza lehet. Kik ezek? Heródes és a fekete őrök. De honnan tudták, hogy itt vagyunk? Mirha annak, ki szívből cselekszik. Megmagyarázná valaki, mi folyik itt? Hát csak úgy tudhatjuk meg, ha bemegyünk. Gyerünk, mi vagyunk a legjobban. Én megyek először. Te leszel az utóvéd, ez eddig is bevált. Rendben, én fedezek hátulról, rendben. Nincs remény! Menjünk, nem tehetünk értük semmit. Apu, ne hagyj egyedül! Ó, ne sírj, kis lány! Menjél, ne! 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 Segíts, barátom! Ne hagyjuk! Boldizsár! Menj hír, drága barátom! A frászt hoztad rám! Nos... Ne csináljunk itt melodrámát. Könnyek, Boldizsár? Azok könnyek? Ilyenekért, mint mi, nem érdemes könnyet ejteni, de azért köszönjük. Te sírtál? Igen, sírtam. Hihetetlen.
Figyelmeztessük a mágusokat. Menjünk! Kiálltátok a királyok próbáját. Megmutattátok, méltóak vagytok rá, hogy elvigyétek a királyi kincseket a születendő királyok királyának. Mivel bátor voltál, te viszed az aranyat, Mennyhírt király. Mivel alázatot mutattál, te viszed a tömjént, Gáspár király. Mivel nemes szívűnek mutatkoztál, te viszed a Mirhát, Boldizsár király. De a legnehezebb próba még előttetek áll. Bízzatok magatokban, és ne feledjétek, senki sem hitte, hogy a kis Dávid legyőzheti az óriás Góliát. Nézd! Elfogták Baruhot! Sára is, Tobias? Biztos elbújtak valahova. Nem tetszik ez nekem. Fúj, kénszaga van. Meg rohadt halszag. Kén? Belial! Van valami ötleted? Csak egy, életben maradni. Pusztítsd el őket! Ha!
egész életünkben ezt csináltuk volna együtt. Jobban harcolsz, mint gondoltam. Megint meggyógyítsalak. Nem, egy bőven elég volt. Köszönöm szépen. Még sosem harcoltam hozzád hasonlóval. Elmenekül! Varázsigét, talán nem kell egy varázsigét. Na, mint ketrecbe zárt tollas csirke, úgy rohangál körbe-körbe. Itt az esély. Emlékezzetek, mit mondott a csillag? Senki sem hitte, hogy a kis Dávid legyőzheti az óriási Góliát. Undorító mutáns! Amióta megjött a bátorságod, elég mocskos szájú lettél. Azt hiszitek, győztetek? A kincseket vagy az öreg meghal? Tobiász, ezek megbabonáztak. Elhoztam a kardodat. Engedd el Baruhot! Elárulsz engem? Engem? Aki apád helyett apád voltam? Miről beszél Tobiászt? Nem mondtad el neki, ki vagy? Tobiász megváltozott. Még egy mozdulat és megölöm! Nézd, Heródes, nem lehet mindig nyerni. Sokszor nyertél már, de megöltük a szörnyed, és most rajtunk van a korona, és te elhagytad a tiédet, érted? A koronám! Elhibáztam. A karmás is próbálkozni? A kincseket? Tobiász, nézz rám! Tobiász, nem teheted! Megölted az apámat! Mert elárult! Tobiász, ne! Apád nem tenné! Boldizsár, mentsd meg! Sára, a halál felett nincs hatalmam. Hatalmad? No csak, nem vagyok halott. Az arany mentette meg az életemet, tudtam! Menj hírt, a fény királya! Ó, tudod, mit érdemel egy rossz gyerek? Szenet! Szenet rosszaságért? Brilliáns ötlet! Belial nélkül Heródes egy senki. Gyűlölete és gyávasága fogja elpusztítani.
Végül a három királyok megérkeztek Betlehembe, ahol átadták ajándékaikat a kis Jézusnak, a királyok királyának, a megváltónak. Mivel egy ilyen fontos küldetést sikeresen hajtottak végre, a három királyok olyan képességet kaptak, hogy valóra tudják váltani a gyerekek titkos kívánságait, és azóta minden január 5-e éjjelén a három királyok felkerekednek, és ajándékot visznek a világ gyerekeinek. Nekem is! Csak hinned kell bennük. Sajnálom! Magyar hangok. Kárpáti Tibor, Hága János, Lakló Taladár, Csőre Gábor, Németh Borbála, Gruber Zita, Szokolai Ottó, Perlaki István, Csé Németh Lajos, Penke Bence, Elek Ferenc, Faragó András. Magyar szöveg Pál Gábor, hangmérnök Tőkés Bálint, vágó Bárány György, gyártásvezető Czobor Éva, szinkronrendező Kozma Attila. A szinkront a Budapest Film megbízásából a Kozma Film készítette 2005-ben. Forgalmazza a Budapest Film.